Jó estét kívánok! Aktuális című magazinunkat látják. 1848-ban ezen a napon tört ki Pest-Budán a forradalom. Nemzeti ünnepünk alkalmából Ugrai Gábor történelemtanárral beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét, köszönöm. 1848-ban egész Európában forradalmak dúltak. Mely országok voltak érintettek, és mit lehet tudni az akkori társadalmi és gazdasági viszonyokról? Valóban egész Európában forradalmak voltak, ezt nevezzük népek tavaszának. Nagyon sok minden hozzájárult ahhoz, hogy szinte minden európai országban forradalom robbanjon ki. Hát kellett az időjárás hozzá, hiszen nagyon hűvös volt az időjárás, nagyon rossz volt az időjárás. Ez azért fontos, mert a mezőgazdasági termékeknek az ára az égbe szökött, tehát nem csak társadalmi változásokat követeltek az emberek, hanem gazdasági változásokra is szükség volt. És az egész Palermóból indul, Szicíliából indul, ott fogtak először fegyvert az emberek, és ott mondták ki először azt a gondolatot, hogy a saját kezünkbe akarjuk ragadni a hatalmat, és majd mi saját magunkat fogjuk irányítani és kormányozni. És ez a hír, tehát, hogy az emberek képesek arra, hogy átvegyék a hatalmat, és úgy éljenek, ahogy ők szeretnének, ez a hír megy végig Európán is. És ahogy említettem, szinte mindenhol forradalom van, Párizsban is forradalom van, mert Párizsban mindig forradalom van ezekben az időszakban, és jön a hír kelet felé, egyre közeledik a hír Magyarország felé, Habsburg birodalom felé, Dresdában, Milánóban forradalom van, Berlinben forradalom van, és Bécsben is forradalom van, tegyük az, hogy nem is egy, hanem három lesz majd ebben az évben, és valóban március 15-e az a mi forradalmunk, de megy tovább a hír, megy tovább a forradalom, egy ország talán, amelyik kivétel, ez Oroszország, a cári despotikus rendszer, az nem engedi a forradalmat. Magyarországon mielőtt kirobbant volna a forradalom, milyen volt a közhangulat? Magyarországon nagyon reménykedő volt a közhangulat, és ez köszönhető a reformkornak, hiszen gyakorlatilag a reformkor utolsó napjait éljük a magyar forradalom idején. Széchenyi, Kossuth, Deák, Batthyány, ezek a nevek fémjelezték ezt a korszakot, és gyakorlatilag ők voltak azok, akik megpróbálták az országgyűlésen elérni a változásokat, megpróbálták azt, hogy a jobbágyokat földhöz juttassák, megpróbálták azt, hogy a nemeseknek is adót kell fizetni. Ez egy borzasztó furcsa dolog a gyerekeknek elmagyarázni azt gyakorló történettanárként, hogy azok az emberek, akik nem fizethetnek adót, azok azt követelik, hogy fizessünk adót, de az állam azt mondja nekik, hogy nem fizethettek adót, de mi már pedig adót akarunk fizetni. Ez egy nagyon fontos üzenete, azt gondolom, az egész reformkornak és március 15-nek, hogy ezek az emberek nem csak azt nézték, hogy nekik mi a jó, hanem hogy az országnak mi a jó, hogy a társadalom többi rétegének mi lesz majd a jó. Tehát a reformkorban vagyunk, kiderült az, hogy az országgyűléseken nagyon nem elérhető a változás, hiszen ahhoz, hogy Magyarországon törvény szülessék, a királynak alá kellett írnia. 5. Ferdinánd, a korabeli uralkodó nem írta alá ezeket a törvényeket, ezeket a javaslatokat, ezeket a törvényjavaslatokat. Egyébként 5. Ferdinándról érdemes megjegyezni, hogy egy nagyon jó ember volt, egy nagyon barátságos, több nyelven beszélő ember volt. Egy dolgot nem tudott uralkodni, ami mondjuk egy királynál nem baj, ha ő tud uralkodni. Ő nagyon hallgatott a tanácsadóira, Metternichre, talán ez a név sokak számára ismerős, egy nagyon befolyásolható ember volt. Tehát ott tartunk, március 15-e előtt, hogy az országgyűléseken nem sikerül, ezért más útat kell választani. Ugye eredetileg nem is március 15-ére tervezték a forradalmat, de pontosan hogyan alakult ez, és hogyan robbant ki a forradalom Pest-Budán, és mi történt ekkor Pozsonyban? Nagyon jó, hogy két várost is említett, hiszen három helyszínen zajlanak az események. Tegyük hozzá, hogy ekkor Magyarország fővárosa Pozsony volt, Pozsonyban volt az országgyűlés, a király Bécsben volt, Petőfék meg Pest-Budán laktak, tehát így kerül be Pest-Buda az események sodrába, és még hozzáteszem, hogy Pest-Buda és Óbuda három külön város volt, tehát még növekszik a helyszíneknek a száma. Valóban Petőfék, amikor hallják a hírt, hogy mi történik Európában, elhatározzák, hogy ők is forradalmat robbantanak ki a saját városukban, Pesten, illetve Budán. Hát forradalmat akkor érdemes kirobbantani, amikor sokan vannak. Ők úgy gondolkodnak, hogy március 19 József napi vásáron fognak majd előállni a követeléseikkel, asztalokat visznek ki, székeket visznek ki, petíciót fognak írni, elmondják a 12 pontot, elmondják a nemzeti dalt, és majd az emberek, akik feljönnek vidékről a vásárra, viszik a saját területükre az, hogy forradalom van Pest-Budán. És ami mindent megváltoztat, az március 13, hiszen március 13-án kirobban
Bécsben a forradalom, a hír március 14-én megérkezik Pestre, megérkezik a Pilvaxba, Petőfiéknek a törzs helyére. Itt rögtön hozzáteszem, hogy a Pilvaxot nem is Pilvaxnak hívták abban a korszakban. Tele van ez a március 15-e ilyen, én nem azt mondom, hogy hibákkal, hanem más rögzül az emberekben, ami valójában történt, ez nem probléma egyébként, de 14-én elhatározzák Petőfék, hogy másnap 15-én forradalom lesz Pest-Budán. Végül a forradalom ugye győzelemmel zárult. Mi volt ennek a győzelemnek a hatása, illetve április 11-e is még egy nagyon fontos dátum? Igen, hozzáteszem, hogy vannak történészek, akik azt mondják, hogy igazából nekünk április 11-et kéne ünnepelnünk, nem elfelejtve persze március 15-ét, de április 11-én sokkal fontosabb dolgok történtek, mint március 15-én, mert ha megnézzük, hogy március 15-én Pest-Budán mi történik, hát nagyon fontos dolgok hozzáteszem, és van egy nagyon fontos mondat, a tisztelet a bátraknak, hiszen azt ne felejtsük el, hogy a európai forradalmak idején szinte mindenhol belelőnek a tömegbe, szinte mindenhol halálos áldozatokkal jár a forradalom, Pest-Budán nem. Mi ezt tudjuk, de Petőfék ezt aznap reggel, március 15-én szerda reggel nem tudták, hogy ők, hogy mi lesz aznap. Hogy elmennek a Pilvaxba, elmennek az egyetemekre, elmennek a Landerer nyomdájába, megszületik a szabad sajtó első két terméke, a 12 pont, illetve a Nemzeti Dal, kiszabadítják Táncsicsot, a politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak, ugye benne is van a 12 pontban. Zárójelben hozzáteszem, hogy viszont benn felejtenek egy román ügyvédet, aki ugyanazért ül, mint Táncsicsot, valahogy ott felejtik a börtönben, később visszamennek érte és kiszabadítják, ugye este a Bangban előadást félbeszakítják, de igazi eredménye nem ennek a forradalomnak van, hanem annak van, hogy március 15-én Széchenyi, Kossuth és Batthyány éppen hajókázik Pozsonyból, mennek Bécsbe, és azon gondolkoznak, hogy a nem Bécsben lévő királyt hogy lehetne valahogy helyettesíteni, egy altergot próbálnak szerezni helyette, és valóban köszönhetően a március 15-i eseményeknek, 5. Ferdinánd a király aláírja, azaz szentesíti a törvényeket, ezért hívjuk őket, és ez április 11-én történik, ezért hívjuk ezeket a törvényeket áprilisi törvényeknek, és nagyon fontos dolgok vannak ezekben a törvényekben, gyakorlatilag egy középkori Magyarországból egy polgári Magyarországot csinálnak, nagyon csúnya szóval. Tehát egy nemes jobbágy viszonyból egy modern, egy polgári Magyarország fog születni, és hogy miért fontosak ezek az áprilisi törvények, hát tudjuk, hogy a 48-49-es szabadságharcot a túlerő legyőzi, de például a közteherviselés és a jobbágy felszabadítás az megmarad, tehát ezek megőrződnek az utókor számára. Mit lehet tudni az akkori Békés megyei eseményekről, illetve gazdasági-társadalmi viszonyokról, és hogy jutott el a forradalom híre Békés Csabára? Igen, Csabakoma létezett, már egy fejlődő település volt, de hogy milyen Csabakép él bennünk, ez nagyon érdekes, hogy felejtsük el azt a Csabát, amit ma tudunk. 10 évvel később, 1858-ban készült egy rajz Békés Csabáról, csupa földszintes házak voltak, tehát nagyon falusias volt a kinézete Csabának, és tegyük hozzá azt is, hogy nem Csaba volt a megyeszékely, hanem Gyula volt a megyeszékely, tehát a legfontosabb események azok Gyulán történtek. Hát postakocsival jön a hír, postakocsi közlekedik Pest és Arad között, és Békés vármegyében először Szarvason tudták meg, hogy valami történik Pest-Budán, aztán persze Békés Csabára is eljön a hír, méghozzá úgy, hogy két csabai ember részt vett a forradalomban, ott volt március 15-én, sőt állítólag egyikük még Táncsics kiszabadításában is közreműködött, és ők hozzák a hírt, ők hozzák a Nemzeti Dalt, ők hozzák a Kokárdát, ők hozzák a 12 pontot, és természetesen Csaba azt mondja, hogy itt is nemzetgyűlés, tömeggyűlés kell tartani, ez a Városháza előtt történik, csak ne felejtsük, hogy a Városháza az nem ott volt, ahol ma van, hanem vele szemben volt a régi Városháza épülete, istentiszteleteket tartanak a forradalom ünnepére, és hát örülnek április 11-ének, örülnek a jobbágy felszabadításnak, aminek Csabával egy nagyon különleges története, ugyanis ne felejtsük, hogy a csabaiak évekkel korábban már megváltották magukat. Ugyanis volt egy önkéntes örökváltság, ahol a csabai jobbágyok azt mondták, hogy ők már pedig kifizetik a földesurakat, és szabad emberek lesznek. Majd jön április, és ez nagyon sok pénzbe került, és jön április 11-e, amikor azt mondják törvényileg, hogy minden jobbágy megkapja a földjét ingyen. Szegény csabaiak mentek fel reklamálni Batthyányékhoz, hogy hogy van ez, hogy nekik fizetni kell a földekért, miközben mindenki más ingyen megkapta a földeket. Hát azt mondták Batthyányék, hogy a szerződés a szerződés, és ki kell fizetni, és Csaba bizony sokáig nyugi ezeket a terheket. Hogyan lehet összegezni a forradalomnak a hatásait, illetve milyen tanulságot tudunk akár levonni ebből, vagy mit tudunk magunkkal vinni a mai
életünkben. Én azt gondolom, és a gyerekeknek is ezt szoktam továbbadni, hogy a nemzetnek néha össze kell fognia, a nemzetnek néha azt kell mondania a 48-ban nemesnek is, jobbágynak is, polgárnak is, hogy vannak céljaink, és azokat a célokat csak úgy tudjuk elérni, hogyha összefogunk. Itt nagyon furcsa dolgok történnek, amit az előbb említettem, hogy a nemesek azt követelik, hogy fizessünk adót, miközben nem engedik nekik, hogy adót fizessenek. Ez nagyon nehéz volt egyébként átvinni. Nagyon sok nemes azt mondta, hogy már még miért fizetne adót, hát ő nemesnek születik. De hogyha a nemzet összefog, és a nemzet kijelöli azokat a célokat, amelyeket el akar érni, az el fogja érni. És hiába jön utána 48, majd a megtorlás és a Hajnaú rendszer és az a szörnyű Hajnaú és Bak rendszer, de a célokat elértük a jobbágy felszabadítással, és elértük a közteherviseléssel is. Pont erre szerettem volna bővebben rákérdezni, hogy történelem tanárként hogy tudja közelebb hozni a diákokhoz az akkori eseményeket, hiszen annyira távoli. Igen, nekik ez már ilyen Mátyás király korában játszódik körülbelül. Én nagyon sokáig, hát amikor lehetett, most sajnos nem lehet, de a diákjaimat mindig elviszem Budapestre, és végigjárjuk ezeket a helyszíneket. Tehát elindulunk a Pilvax kávéháztól, van Budapesten egy Pilvax kávéház, de már nem ott, ahol a régi volt, utána elmegyünk az egyetemekre, ott a közelben, utána elmegyünk a Landerer nyomdájához, az épület megvan, ugyanazok a boltívek megvannak, mint ami 48-ban volt, elmegyünk a Nemzeti Múzeumhoz, megnézzük a 48-ról szóló kiállítást, utána elmegyünk a Pesti Városháza helyére, mert már az sincsen meg, aztán átmegyünk Pestről Budára, kicsit csalunk, mert nem a hajóhídon megyünk, hanem a metróval megyünk, a helytartó tanács épülete is megvan, Táncsics börtöne is megvan, vagy visszajövünk és megnézzük a Nemzeti Színháznak a helyét, hiszen sajnos az sincsen meg, és minden diáknak egy-egy helyszínről egy nagyon rövid kis előadást kell tartania, amit hozzáteszek, hogy például a Pest Fő utcája nagyon nehéz, mert nem halljuk, amit mond, de azt gondolom, hogy így is közelebb lehet vinni. Tehát amikor látják, hogy hol történnek ezek a helyszínek, amikor látják, hogy nem volt veszélytelen, hiszen ők nem tudták, hogy lőni fognak, vagy nem fognak lőni, akkor azt gondolom, hogy közelebb jön hozzájuk ez a történet. Csabán is meg lehet mutatni egy-két helyszínt, akár a régi városházának a helyszínét, vagy a Kossuth szoborhoz kimenni, ahol 1905-től, hiszen akkor került a Kossuth szobor, ott tartották a március 15-i ünnepségeket, és tartják napjainkban is. Végül pedig, hogyha röviden lehetne összegezni, hogy mit adott a forradalom a magyarságnak? Jövőképet. Én azt gondolom, hogy van jövője a magyarságnak itt a Kárpát-medencében, és igenis ez a társadalom, ez a akkor még feudális társadalom tud változni, tud változtatni a saját sorsán. Ez nagyon fontos, akkor is, most is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtál meghívásunkat. Köszönöm szépen. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!